edzést tartanak a keszthelyi kötélugrók. Most azonban nem bemutató fellépésre készülnek. Március 9-én lesz a Diákolimpia megyei döntője. Itt 30 másodperces gyorsasági versenyszámban, illetve 45 másodpercben szabadon választott gyakorlaton mutatják meg tudásukat. A diákok között van olyan, aki már többször vett részt korábban is versenyen. Német Kitti 10 éve ugró kötelezik. Engem azért fogott meg, mert felszabadít, egyben sportolok, és hát nem sokan csinálják, és én igazából ezt szeretem benne, hogy a csapat is nagyon aranyos, és igazából most idén lesz ugye a Diákolimpia, 6 hetünk van arra, hogy felkészüljünk, ami kevés idő, de igazából bízok a csapatban, és szerintem jól fogunk teljesíteni. Az elmúlt 3 évben a pandémia miatt nem szervezhettek olyan versenyt a kötélugróknak, ahol minden korosztály, minden kategóriában indulhatott volna. Ezért akadnak olyanok, akiknek ez lesz az első megmérettetésük. Egy évvel kezdtem, és így, mert izgalmas, és így kiadhatok magamból mindent, amit csak tudok. A mostani versenyen több változtatás is lesz, ami nehézséget okozhat a diákoknak. Nem használhatnak például zenét, pedig a keszthelyi kötélugrók még a bemelegítést is arra végzik. Nincs kötelező gyakorlat sem, ami a korábbi években mindig volt. Bár későn tudtuk meg, hogy a verseny március 9-én lesz Nagykanizsán, ez már a megyei döntő, selejtező nélkül. Én 6 tanulómat viszem, a 6 tehetséges gyerekem közül bízom benne, hogy tovább jutnak páran majd az országos versenyre. A keszthelyi kötélugrók eddig is számos éremmel tértek haza a megmérettetésekről. Egyre népszerűbb a sportjuk, nyáron több településen is tartanak bemutatót. Ezek is hozzájárulnak ahhoz, hogy még többen kapjanak kedvet ehhez a tevékenységhez.